Veszélyben a schengeni határrendszer. Összeomlásával ellehetetlenül az európai kereskedelem és a teherszállítás, nyilatkozta szerkesztőségünknek Gál Kinga, az Európai Néppárt alelnöke. Elsőfokú ítélet. 3 és 4 év közötti szabadságvesztésre ítélte a nyíregyházi törvényszék azt az 5 fiatalt, akik egy akaratnyilvánításra képtelen 14 éves lányt erőszakoltak meg. Segítség a szülőknek. A következő években több mint 10 000 új bölcsődei férőhely létrehozását tervezi a kormány, mondta el televíziónknak a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. A schengeni határrendszer összeomlásával ellehetetlenül az európai kereskedelem és a teherszállítás, nyilatkozta szerkesztőségünknek Gál Kinga, az Európai Néppárt alelnöke Nyírcsaholyban. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Az európai parlamenti képviselő szerint ez óriási veszteség lenne, mivel az Európai Unió legnagyobb értéke az állampolgárok számára a szabad mozgást lehetővé tevő schengeni határrendszer. Ha a következő 2-3 hónapban nem sikerül megállítani az Európai Unió területére érkező migránsáradatot, nagy esély van a schengeni határrendszer összeomlására. Willy Gál Kinga, az Európai Néppárt alelnöke. Az európai parlamenti képviselő elmondta, úgy véli, a folyamatosan érkező migránsok miatt a legtöbb tagállam már életbe léptette a határellenőrzést, azonban ezt a mai rendszer szerint nem tehetik meg 2-3 hónapnál tovább. Én úgy gondolom, hogy Európa minden tagállama és a brüsszeli európai döntéshozók abban érdekeltek, hogy ez a schengeni rendszer fennmaradjon, hiszen mindenki számára világos, hogy ez a legnagyobb értéke az állampolgárok számára, az állampolgárok felé ez a legnagyobb értéke az unió létének. Gyakorlatilag meghal Európában a kereskedelem, a teherszállítás, ha schengeni rendszer szétesik. De ehhez egy következetes lépés kell, meg kell erősíteni a külső határokat. A politikus elmondása szerint az uniós tagállamoknak meg kell erősítenie a külső határszakaszaikat, amihez segítséget nyújthat az éppen ezzel a céllal létrejött Európai Határőrizeti Ügynökség. Gál Kinga kitért arra is, hogy a kvóta kérdés nem megoldás a migránsok kezelésére, eddig is mindössze 200 ember tudtak szétosztani a kvótarendszer alapján. A bevándorlók ugyanis ahelyett, hogy az úgynevezett hotspotokon várnák meg a hatóságok döntését arról, hogy hova kerüljenek, szétszélednek és eltűnnek Európában. Egyértelmű, hogy ők gyakorlatilag Németországot, Svédországot akarják megcélozni, és ez is megkérdőjelezi, hogy mennyire menekült kérdés ez a kérdés, és mennyire nem az, hiszen el is mondják, hogy őnekik nagyobb és jobb szociális ellátás az érdekük. Na most, hogyha valóban menekült kérdésről van szó, akkor a menekült és a családosan érkezik, akkor az a célja nem, hogy minden előbb a családjának magának biztonságot szerezzen, és egyáltalán nem ezt látjuk. Azt látjuk, hogy 20-40 körüli férfiak sokasága, akik pontosan tudják, hogy hol jobb a szociális ellátás, és pontosan tudják, hogy mit akarnak. Erre azt mondom, hogy nekünk Európa stabilitása kell a célunk legyen, és az, hogy a közösségeinket megtartsuk és megvédjük. Gál Kinga mindenről Nyírcsaholyban egy lakossági fórumon nyilatkozott televíziónknak, ahol időközi polgármester választást tartottak január 24-én vasárnap. A Fidesz-KDNP jelöltje nyerte a vasárnapi időközi polgármester választást Nyírcsaholyban. A szavazáson 5 jelölt indult a polgármesteri tisztségért, a választásra 1836 szavazópolgárt vártak. Az időközi voksoláson végül 974 érvényes szavazatot számoltak, ezek közül Magyar Csabáné, a Fidesz-KDNP jelöltje kapta a legtöbbet, összesen 535-öt. A polgármester választást azért tartották, mert tavaly októberben elhunyt a települést korábban vezető Mihálko Attila. Három és négy év közötti szabadságvesztésre ítélte a nyíregyházi törvényszék azt az 5 fiatalt, akik 2013. augusztusában egy akaratnyilvánításra képtelen 14 éves lányt erőszakoltak meg. Az elsőfokú ítélet hirdetés bírói indoklásában elhangzott, a sértetről pornográf tartalmú fénykép és videófelvételt is készítettek a vádlottak, akik azokat baráti, ismerősi körben mutogatták. A vádlottak védői fellebbeznek az ítélet ellen.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség vádirata szerint a vádlottak egymással baráti kapcsolatban álltak. 2013. augusztus 24-én egy belvárosi lakásban együtt készültek egy nyíregyházi rendezvényre. Oda készült az akkor 14 éves sértett is barátnőjével, akik meghívást kaptak a belvárosi lakásba, hogy közösen induljanak szórakozni a vádlottakkal. A sértett barátnője lemondta a találkozót, így a 14 éves lány egyedül érkezett a lakásba, ezután a fiatalok italozni kezdtek. Az, hogy ugye a sértett, magatehetetlen állapotba került ittassága miatt, ez a vádlottak által jól észlelt, és közel két órán keresztül egymás mellett, egymás látva, illetve egymást vádva valósították meg a szexuális erőszakot a sértettel. Ez természetesen egymás tevékenységéről tudva közös megvalósítást jelent. Hasonló a helyzet a gyermekpornográfia esetében is, hiszen cselekményük közben látva egymást készítettek felvételeket, fényképeket, illetve videófelvételeket, majd azt ugye megosztották, akkor megmutatták még más városbeli fiatal embereknek is. Később ugye tárgyalták is egymással az internetes rendszeren, hogy hogyan, kitől mehetett ki, a többi kívülállók felé mutogattak egymásra. A tanács elnöke hozzátette, a sértett édesanyja az eset estéjén dolgozott. Nem tudott arról, hogy 14 éves lánya a belvárosi lakásba megy fel a vádlottakhoz. Lányát többször próbálta utolérni telefonon, sikertelenül. Az akaratnyilvánításra képtelen sértett és családja több nappal az eset után tudta meg, hogy mi történt pontosan. Ezután tettek feljelentést. Azokat a vádlottakat, akik 16. életévüket nem töltötték még be 2013. augusztusában, 3 év, míg az eset napján már 16 éven felüli vádlottakat 4 év szabadságvesztésre ítélték első fokon. Elsőrendű fiatal vádlott bűnös társtettesként elkövetett szexuális erőszak büntetében, DTK 197. paragrafus első bekezdés B pont második fordulat, harmadik bekezdés A, C pont negyedik bekezdés B pont, társtettesként elkövet egy gyermekpornográfia büntetében, BTK 204-1 B pont első fordulat. Ezért a törvényszék halmazati büntetésül 4 év szabadságvesztésre ítéli. A szabadságvesztés végrehajtási fokozata fiatalkorúak börtöne. 4 enyhítésért, az 5. rendű vádlott esetében pedig felmentésért fellebbeznek. Vádat emelt a nyíregyházi járási és nyomozó ügyészség 5 férfi ellen, akik 2015. szeptember 11-én éjjel erősen ittas társukat az M3-as autópályán hagyták. Az ittas férfit később egy szabályosan közlekedő személyautó elütötte, a férfi szörnyet halt. A vádirat szerint az 5 szabolcsi férfi és 6. társuk munka után indultak haza egy kis teherautóval Győrből. Útközben az M1-es és az M3-as autópályán többször is megálltak és szeszes italt fogyasztottak. A legtöbb alkoholt a szerencsétlenül járt férfi itta, hangoskodott a kocsiban, menet közben többször megpróbált kiszállni. A sofőr a 221-es kilométerjelzés közelében megállt a leállósávban, mindenki kiszállt az autóból, az erős ittas utas azonban nem akart visszaülni, ellenszegült társainak, akik erre beültek a kocsiba, társukat a nyílt pályán hagyták, ők pedig Nyíregyházára autóztak. Nyíregyházán az egyik benzinkúton a gépkocsit vezető telefonon bejelentette a rendőrségi segélyhívón, hogy a férfi az autópályán tartózkodik, és kérte, hogy menjenek érte. A súlyosan ittas férfi az M3-as autópálya külső forgalmi sávjában ácsorgott, ahol egy szabályosan közlekedő személygépkocsi elütötte, amitől szörnyet halt. Az ügyészség a gépkocsi vezetőjét segítségnyújtás elmulasztásának büntettével, míg utasait ugyanezen bűncselekmény vétségével vádolja. 2016 az adócsökkenések és otthonteremtés segítésének éve lesz, mondta nyíregyházi sajtótájékoztatóján Petneházi Attila, fideszes országgyűlési képviselő. A politikus emlékeztetett arra, hogy a kormány csökkentette a személyi jövedelemadó mértékét, 5%-ra vitte le a sertéshús áfáját, a családi otthonteremtési kedvezmény feltételei pedig folyamatosan javulnak, hogy az érintettek minél szélesebb köre igénybe tudja venni a támogatást. A kormányzat újból és újból reagál azokra a felvetésekre, amik azt teszik lehetővé, hogy ezeknek a
segítségeknek az igénybevétele bővülhessen, mert hiszen meghallja azt, hogy vehessenek a családok nagyobb lakást is a megszabottnál, ez is bekövetkezett, növelték a négyzetméter számot, ezentúl még az értékhatárt is növelték, tehát 30 millió forint fölötti értékű ingatlan is vásárolható. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz fordul az MSZP Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. Véleményük szerint ugyanis több Nyíregyházán működő hírközlő szerv nem ad pártatlan tájékoztatást a városban történő eseményekről, közölte Csabai Lászlóné. A politikus egy nemrégiben kezdődött hűtlenkezelés gyanújával indult tárgyalást említett példának a sajtótájékoztatón. Ezt nem lehet megengedni, mert ez nem biztosítja a kiegyensúlyozott, a pártatlan hírszolgáltatást. Ezért nincs más lehetőségünk, mint most elmondjuk, és a médiahatósághoz fogunk fordulni, hogy a következő időszakban ilyen ne lehessen, és ezek a hírközlő szervek is megfelelően, a törvénynek megfelelően végezzék a munkájukat. A következő években több mint 10 000 új bölcsődei férőhely létrehozását tervezi a kormány. Ezt az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára mondta el televíziónknak adott interjújában. Novák Katalin szerint javult a bölcsődék önkormányzati fenntartása, a felsőfokú végzettséggel rendelkező bölcsődei dolgozók pedig 30-40% közötti béremelést kaptak január 1-től. Amikor a költségvetésben mozgástér adódik, a hozzáférhető pénzeket mindig a családok támogatására szánja a kormány, mondta el Novák Katalin. A politikus szerint ilyen volt a rezsicsökkentés, a családi adókedvezmény bővítése, az ingyenes tankönyv és az ingyenes gyermekétkeztetés, vagy akár a GED Extra is, amit az idei évtől vezetett be a kormány. Egy másik ilyen fontos terület az a bölcsődei ellátás, hiszen aki pici gyermekeket nevel, és mondjuk mind a két szülő dolgozik, ott látják azt, hogy ha nincsenek nagyszülők, családtagok a közelben, akkor a bölcsőde az, ahol el tudják helyezni a gyerekeket. Ezért rengeteg új bölcsődét építettünk, 7 000 új bölcsődei férőhelyet hoztunk létre. 5 000-et újítottunk meg, bizonyára itt is tapasztalják azt, hogy rendre újabb bölcsődei csoportok nyíltak. Javítottuk a finanszírozást, az önkormányzatoknak megnőtt a mozgástere picit, tehát könnyebben tudják a bölcsődéket fenntartani, mert ez nem egy egyszerű önkormányzati feladat, és még a bölcsődei dolgozóknak, így a bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelőknek is emeltük a fizetését, hiszen beemeltük őket a pedagógus életpályába. Ez egy 30-40% közötti béremelkedést jelent január 1-től ezeknek a bölcsődei dolgozóknak. Az államtitkár elmondta, a férőhelyek számának növelése mellett újfajta intézménytípusok kialakításán is dolgoznak. Azon túl, hogy nagyon sok új férőhelyet fogunk létrehozni, több mint 10 000 férőhelyet az elkövetkező években, emellett pedig átalakítjuk teljesen, javítjuk, én azt mondom, a bölcsődei rendszert, újfajta bölcsődék is létrejönnek, lesz a hagyományos bölcsőde mellett mini bölcsőde, családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde. Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy ha valahol dolgoznak a szülők, akkor az adott településen, az adott helyen találjanak lehetőséget arra, hogy elhelyezzék a gyerekeiket napközben. Novák Katalin ezekről az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség hagyományos országos téli hétvége elnevezésű rendezvényén beszélt Mária Pócson. Kovács bemutatót tartott a Baktalórendházi Lovas Sportegyesület a hétvégén hagyományteremtő szándékkal. A rendezvénynek a Vai Ádám Gimnázium mezőgazdasági szakképző iskola és kollégium adott otthont, ahol a lovász képzésben résztvevő tanulók a modern állattartási ismeretek mellett megismerkedhettek a hagyományos kovács mesterséggel is. Bevérzések vannak a sarkoknál, illetve a hegyfali részen is. Ott van a patkója a lónak, amit levettünk róla. A kovácsmesterek a lópatájának mérete alapján készítették el azokat a patkókat, amelyekkel az előre gyártott, boltban vásárolható patkókat cserélték le. A hagyományőrző bemutatón a vendégek és a szakiskola hallgatói anatómiai és szakmai kérdéseket is feltehettek a mestereknek, akik a munkafolyamat minden állomását elmagyarázták az érdeklődőknek. Első alkalomkor sikerült ezt megrendezni, 8 éves munka árán sikerült ezt az egészet összehozni. Azért csináltuk itt a Baktalórendházi szakiskolába, vagy a szakmunkás képzőintézetbe, mert itt van lovas osztály. És ezt, hogy a fiatal gyerekek is
öregbítsék ezt a szakmát, meg nézzék meg, hogy hogy vasalják, régen hogy vasalták ezeket a lovakat. A középiskolában egy osztályban folyik lovászképzés összesen 20 tanulóval, mondta el Baktól Urántháza a polgármestere. Kozma Attila hozzátette, elsősorban miattuk fontos a Kovács bemutató, de a környező településekről is érkeztek vendégek. Baktól Urántháza vezetésének szándéka, hogy tovább népszerűsítse a lótenyésztéshez és a lovászathoz kapcsolódó ősi mesterségeket, így a következő években is készülnek majd hasonló bemutatókkal. A lovas sport nagyon nagy kötődése van Baktól Urántházának, hisz mindenki előtt közismert, hogy már 2016-ban a 9. fogadhajtó versenyt fogjuk majd megrendezni az őszi városnapon. Annyival hagy büszkélkedjek, hogy 2015-ben, szeptember végén a megyei fogadhajtó döntőt is itt rendezte meg a megyei lovasportszövetség, és ennek természetesen mindig nagyon sok érdeklődője, kíváncsija van. Nagyon sok néző, 1500 néző szokott minden alkalommal részt venni ezen. A Baktól Urántháza és térsége hagyományőrző lovasport egyesületnek több mint 30 tagja van, a lovasgazdák mellett pedig egyre népszerűbb a lovasport a legfiatalabb korosztály tagjai között is, hangzott el a rendezvényen. Tizenhat pontos vereséget szenvedett hazai pályán a Marsónyíregyháza. Sitko Ernő együttese a férfi kosárlabda bajnokság 15. fordulójában a Kaposvárt fogadta, és a vendégek 84-68-as győzelemmel távoztak a Bemiskola csarnokából. A nyíregyháziak legközelebb Pécsen lépnek pályára. A vendégek kezdték jobban a meccset, egy 6-0-ás szériával indított a Kaposvár, majd zárkozni kezdett a házigazda, és a negyed végül 19-19-es döntetlennel zárult. A második 10 percben megléptek a mindkét palánk alatt domináló somogyiak, akik 10 pontos előnnyel mehettek a nagy szünetre. Fordulás után sem változott a játék képe, 17 pontra is nőtt a két csapat közötti különbség, a záró negyedet végül 13 pontos kaposvári előnnél kezdhették el a csapatok. A vendégek továbbra is közelről szerezték kosaraikat, míg a házigazda csak erőlködött, így végül 16 pontos vereséget szenvedve, sorozatban 6-szor kapott ki hazai pályán a Marsónyíregyháza. A csapatom nem azzal a mentalitással küzd, amivel kellene. Nem akarok túl sokat magyarázni, a lepattanónak a számát kell megnézni, 48-at szedett a vendégcsapat, 46-ot szedtek ők, 28-at mi. Ez katasztrofális. Ilyen számadatokkal nem lehet mérkőzést nyerni. Teljesen mindegy, mit csinálunk. Ha nem küzdünk megfelelőképpen, akkor nem nyerhetünk mérkőzést. Nem biztos, hogy mindenki érzi, hogy milyen helyzetben vagyunk. A utolsó utáni pillanatban vagyunk most, és nagyon gyorsan észhez kell kapni, mert ez nagyon kevés így. A Kaposvár szezonbeli első idegenbeli győzelmét szerezte meg. A korábban Nyíregyházan játékosként és edzőként is megfordulók Mézi Zolán szerint csapata mind támadásban, mind védekezésben úgy játszott, ahogyan azt elképzelte. A védekezésben nagyon megvalósítottuk minden, amit megbeszéltünk, a játékosok alárendeltek magukat győzelemnek, a csapatnak, egy csapatmunka volt. A Ubilla tartott a kezébe végig a mérkőzést, és a többi játékos a Lepottonúból, ahogy vittünk a Krsztánovics, ahogy vittünk a Millert, ahogy vittünk a Uruhot, mit tudom én, ez tényleg nagyon jó volt látni is, és nagyon régóta szeretem látni volna egy ilyen Kaposvárt. Végre úgy játszott, ahogy én szeretem, és nagyon remélem, hogy ennek csak még jobbak is leszünk. A forduló további eredményei MAFS Zalaegerszeg 82-85, atomerőműese Pécs hosszabbítás után 98-92, Szombathely Jászberény 176, Szeged Kecskemét 77-73, Sopron Szolnok 88-76 és Albafehérvár Körment 88-72. A tabella élén az atomerőműese áll 12 győzelemmel, megelőzve az egyaránt 11 siker számláló Szolnokot és Zalaegerszeget. A Marsónyíregyháza 3 győzelemmel és 11 vereséggel a 12. helyen várja szombati pécsi vendégjátékát. Egy gólos vereséget szenvedett első törökországi felkészülési mérkőzésén a Nyíregyháza Spartakusz. Mátyus János együttese Belegben 3-2-re kapott ki a kazah élvonalbeli FC Kajrattól. A nyíregyházi gólokat Törtei és Rezes szerezte. A Spari szerdán a német Viktória Berlin ellen lép majd pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden.
A schengeni határrendszer összeomlásával ellehetetlenül az európai kereskedelem és a teherszállítás, nyilatkozta szerkesztőségünknek Gál Kinga, az Európai Néppárt alelnöke Nyírcsaholyban. Az európai parlamenti képviselő szerint ez óriási veszteség lenne, mivel az Európai Unió legnagyobb értéke az állampolgárok számára a szabad mozgást lehetővé tevő schengeni határrendszer. 3 és 4 év közötti szabadságvesztésre ítélte a nyíregyházi törvényszék azt az 5 fiatalt, akik 2013. augusztusában egy akaratnyilvánításra képtelen 14 éves lányt erőszakoltak meg. Az elsőfokú ítélet hirdetés bírói indoklásában elhangzott, a sértetről pornográf tartalmú fénykép és videófelvételt is készítettek a vádlottak, akik azokat baráti, ismerősi körben mutogattak. A vádlottak védői fellebbeznek az ítélet ellen. A következő években több mint 10 000 új bölcsődei férőhely létrehozását tervezi a kormány, ezt az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára mondta el televíziónknak adott interjújában. Novák Katalin szerint javult a bölcsődék önkormányzati fenntartása, a felsőfokú végzettséggel rendelkező bölcsődei dolgozók pedig 30-40% közötti béremelést kaptak január 1-től. A Kölcsei Televízió híradóját látták hétfőn. Friss hírekkel természetesen holnap este is jelentkezünk. Tudósításaink addig is elérhetőek honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is borongós időre számíthatunk, a Kárpát-medence időjárását egy kelet felé vonuló melegfront alakítja. Egyre enyhébb nedves levegő érkezik fölénk a magasban, azonban a felszín közelében ez ködös időt okoz. Éjjel erősen felhős vagy borult lesz az ég, párás ködös idő várható. Eleinte ónos eső, havazás, eső egyaránt várható. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában -1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan borult lesz az ég, párás ködös idő várható, eső, szitálás, ónos eső egyaránt előfordulhat, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 2 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban folytatódik a borult, párás ködös idő, szitálás, kisebb eső, éjszakánként néhol ónos szitálás is előfordulhat. Reggelente 0 fok körül, déltájban pedig +3 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken egy hideg front felhőzetéből ered el szorványosan az eső, záporeső, majd csökken a felhőzet. Elődeink úgy tartották, a pálnapi derült idő a hosszantartó hideg előjele.